Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Előző adásunkban Nisztor Ilonával, Szőcs Katalinnal és Szőcs Tinkával arról beszélgettünk, hogy a pusztinai népi kultúra milyen sokat jelent itthon nekünk, és mit jelent ott, Csángóföldön, pusztinán. Én azt gondolom, hogy hittel vallhatjuk a pusztinai népi dalkultúra és népművészet továbbél, és ezt nekik köszönhetjük, és kijelenthetjük, sőt, ezt talán kiábálva is mondhatom, hogy a Csángó himnuszt hallgatni és énekelni sohasem lesz vétek. Hála Istennek, és akikkel pedig folytatom ezt a beszélgetést, ők gyakori vendégek Székesfehérváron, hála Istennek teszem hozzá, hiszen Lajos Katalin, kezét csokolom, és Mátyás Mónika szintén gyakori vendégünk. Örülök, hogy itt vannak velünk. Az előző adásban dicsérték, mindenki dicsérte, hiszen a pusztinai magyar ház és a pusztinai közösség tanítónénie az nagyon fontos. Viszont mi is gyakran beszélgettünk Katalin arról, hogy hogyan lehet a gyerekeket tovább segíteni azon az úton, amit az önök korosztálya indított el, és amit leginkább, és azt hiszem, hogy nagyon komoly szakmaisággal Mátyás Mónikáék folytatnak. Beszéljünk egy kicsit erről. Hát, mi nagyon örvendünk, mamunkkal, miénk üdünkbe, mondtunk, nem tudtunk románul, csak magyarul. Mikor megindultunk az iskolába, annyit tudtunk románul, igen, s nem. Nem tudtunk semmit, nem értettünk. Akkor mentünk haza az iskolából, akkor anyám még nem tudtak segíteni, mert nem tudták őket román szót jól. Aztán tört egy év, kettedik osztályban kezdtünk minket jobban beszélgetni románul, mint így az első osztályban. Nagyon nehéz volt. És akkor elindultunk újra az iskolába, hogy mind ott olyan pusztinán, mind magyarul beszélgettünk. Volt egy magára csak egy család, melyik román volt. Az is, hogy beszélgetett magyarul, mindünk. Csak egy család, és az is magyar volt, mindünk úgy beszélgetett, mert ott volt született, ott volt felnevelt. Amellett most nagyon örvendünk, hogy azt gondoltuk, hogy elveszeg egy szene az a miénk nyelvünk, az a magyar. De a Jóisten kirendelte úgy, hogy nem még jöttek utánunk mások, mint Monikás, tanult iskolát, magyart, akkor visszakezdte hozni a ezeket a bizéket, melyeket segély Móni, ezeket az iskolába, hogy tanuljanak ezeket magyarul, beszéljenek, akkor minkor mentünk, akkor minkes mondtuk, hogy ne szégyeljétek a beszédjeinket magyarul, mert az ember mennyi nyelvet beszél annyival elébbon, és nem kell szégyelni, a teljed nyelvedet nem kell szégyelni. Én dolgoztam, el voltam menve a munkába, most nyugdíj vagyok, de én a románok közt is mind magyarul beszéltem, amikor kaptam egy magyar embert, mind magyarul beszélgettem. És a románom mondta, hogy beszélget magyarul. Mondom, tanulj meg tényleg. Már sokszor mondták, hogy mikor beszélget magyarul, akkor hol tartod a román szót? Mondom, mind csak ott olyan. Én jól visszafeleltem neki. Mónika, mindig szóba kerül az a fajta küldetés, amit te végzel pusztinán. Mindig főhajtással kell, hogy erről, és ezt most is megteszem, erről, hogy szó essék, mert hogy egy ízig-vérig mai magyar fiatal, aki kvalifikált értelmiségi is egyben, miként dönt úgy, hogy visszatér a Tázlóvölgybe, és használja azt, amit megtanult, sőt hozzátesz még a népi kultúrából, és tulajdonképpen teljesíti azt, amit én azt mondom, hogy joggal lehet elvárni, de azért van arra példa, hogy aki kiszakad abból a környezetből, nem tér vissza soha. Igen, van erre is példa, hogy aki kiszakad abból a környezetből, megszokja mondjuk az itteni környezetet, a magyarországit, az lehet, hogy nem tér vissza soha. De vannak azok közül is sokan, akik innen segítik az ottani magyarságot, és ez is jó.
Pusztinába ugye nem én vagyok az első, aki visszamentem tanítani, hanem akihez én annó jártam, amikor elkezdtem magyar órákra járni, amikor beindult 2000-ben a magyar oktatás Pusztinába, Billy Bók Jenő és Nisztor Ilona kezdték ezt, indították el, és Billy Bók Jenő, akihez magyar órákra jártam, ő is szintén Magyarországon végzett, ő Pusztinába született, és ő is miután végzett Magyarországon, úgy tért haza tanítani. És hát nem tudom, én nem tudom máshol elképzelni az életemet. Tehát amikor Agárba végeztem, és mondták, hogy szükség lenne Pusztinán rám, akkor én nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon örventem, hogy ők úgy gondolják, hogy én tudok ott valami jót tenni, vagy segíthetek abban, hogy megmaradjon a magyarságunk, a nyelvünk. Akkor úgy éreztem, hogy valóban ez a legfontosabb, és ezt kell, hogy tegyem. Maradhattam volna Ágárba is, vagy Mezőkövesden, vagy mehettem volna Gyimes Felsőlökre is, ahol a gimnáziumi tanulmányaimat végeztem, de úgy éreztem, hogy nekem oda kell visszamennem Pusztinába, és ha tehetek valamit azért, hogy megmaradjon a magyar nyelvünk, és a hagyományaink megmaradjanak, és még legyünk magyarok, amíg még lehet, akkor ezt kell megtennem. Ez rendkívüli felelősség. Hogy fogadták? Hiszen elmegy egy lány, és visszajön egy tanítónéni, azért az egy egészen különleges. Mit gondoltak, Katalin, az maga korosztálya? Olyan boldogok voltunk, hogy annél boldogok nem volt, hogy leeng, annél jobb boldogok leeng, mikor megláttuk, hogy visszajött a Monika Hézán Pusztinába, és nem vasszalázó nyelvünk, most tudnak tanítani magyarul is, nem csak románt, mert a magyar nyelves, és akkor vigyük arrébb azt a nyelvet, hogy ne váljszen ki, mert nagyon, nagyon, nagyon szeressük. Én mondtam annyit, mikor jártam az iskolába, annyit, hogy ottan az iskolában annyit szóltak románul, de amikor kiléptünk az iskolából, mi magyarul beszélgettünk. És nem tudjuk, Nisztor Ilonának is boldogok vagyunk, hogy megköszönjük, hogy megcsinálta a csoportot, hoz mindenübe, mikor jöjünk elménk valamára, helyebbében meghínok táncolni, énekelni, vagy a fesztiálba, akkor mikor jöjünk, akkor megyünk oda a magyar házhoz, és még egyet csapunk ottan, és egyet táncolunk, egyet énekelünk, éjfélig, aztán reggelig hozaérünk. De akkor van, mit beszélünk másnap, no, milyen szép volt a tennap, de az este annyit táncoltunk, annyit vigottunk. És így, és aztán vannak még ezek a régi hagyományok, hogy örvendünk, hogy megvan maradva láz, és ezeket az ingeket, és ez is nagyon-nagyon régi ing, májkem. Én a megmosom, már mindveres az a színe, úgy ki az a fajta belőle, de szép az, van, hogy látom. Nagyon régi, az édesanyámnak az édesanyjáé volt, a nagymamájáé. De olyan volt, hogy mikor megkaptam, mossam meg, azt gondoltam, hogy válél átvassam a kukkával. Mónika, elfogadom, hogy nem voltak kétségeid, amikor hazatértél, de tudtad-e, hogy milyen munka vár rád? Hiszen két korosztály között volt, tehát ott vannak az édesanyáid, nagymamáid, és ott van az a fiatal generáció, az a nemzedék, akik nagyon sokat várnak, tulajdonképpen mindent. És nyilvánvaló, hogy Nisztor Ilona hírneve, ami nem csak Magyarországon, hanem a környéken, tündérkertben, mindegy, hogy nevezzük, is fontos, tehát azt is meg kell őrizni, sőt, továbbvinni. Igen, hát amikor hazakerültem, akkor sejtettem, hogy mi vár rám, mert hát azért onnan jöttem el, és tudtam, hogy nem olyan könnyű magyar nyelvet tanítani, de és nagy felelősség valóban, mert azért nagyon sok múlik rajtunk, nagyon sok múlik azon, hogy a gyermekekkel meg tudjuk-e szerettetni ezt, hogy ők tovább tudják-e, vagy fogják-e majd adni, mert ha mi megszerettessük velük, ha valami megfogja őket ezeken a foglalkozásokon, akkor nem kérdéses, hogy tovább fog ez élni, és tovább adják ők is majd. De pont ezért nagy felelősség, mert mi nekünk kell úgy viszonyulni hozzájuk, úgy kell ezt a magyar nyelvet, a kultúrát visszatanítani, hogy közben kötődjenek hozzá, hogy szeressék. És
Örvendek, mert azt látom a gyermekeken, hogy nagyon érdeklődnek iránta, és nagyon szeretnek énekelni, szeretik a magyar órákat, és szívesen jönnek mindig. No, most itt az ideje, hogy én felolvassak egy rövid gondolatsort, ezt kérem szépen rá fognak ismerni, egy fiatal moldvai óvónő mondta, akkor, amikor egy díjat nyert Magyarországon egy pusztinai dallal, akkor bennem egy olyan tűz támadt, hogy nem is tudom azt kimondani. Hát az hogy lehet, hogy ez a szép ének pusztina is, hogy ezzel az énekkel itt Magyarországon első díjat lehet nyerni. Úgy éreztem, hogy nekem most tennem kell valamit. Ha otthon énekelt valamit, valaki valamit magyarul, azok csak az idősek voltak, akik még szerettek otthon magyarul énekelni, azt nem vette számba senki sem. Ez bizony Nyisztor Ilona mondta, majd egyszer megkérdezem tőle, hogy pontosan mikor, de gondolom felismerték. Gondolom a 90-es évek elején, legalábbis én úgy tudom, amikor ő elkezdett idejönni Magyarországra, és Teodóz atya meghívására volt itt Magyarországon 90-es években, és akkor hallotta a Szent István éneket, magyarul, amit ugye nálunk pusztinán gyűjtöttek, és úgy tudom én, hogy ő akkor mondta ezeket a... Igen, 1988, tehát még a rendszerváltás előtt. Ez egy nagyon csodálatos időszak volt. Viszont én azt tartom, hiszen járunk eleget Erdélyben, hogy most pusztinában is egy csodálatos időszak van. Elsősorban ugye a 2006-os időpontot azt mindenki betéve tudja, hiszen a Magyar Ház megnyitása az egy nagyon fontos időpont volt. Hogy fogadták az a korosztály, akinek ez csak egy álom volt hosszú évtizedekig? Hát ez a Magyar Ház nekünk olyan, mint egy gyarony, lát jobb a Magyar Ház, mint egy gyarony, többet ér, mert van, hol összegyűjünk, mesézünk, énekeljünk, tanítsuk a gyerekeket, sokan eljönnek, akkor úgy szeretik ezek a fiatalok, és Katalinné még mond-e vagy másét, vagy énekele vagy egyet? Igen, mondom, lássátok, amikor jöv vagy egy csopós, még hoznak valami édességeket nekik, akkor olyan vannak, mondom, látod, ha jöv vagy egy magyar csopós, még elveszünk egy édességet, de romantól semmi sem veszünk el. És akkor kár vannak, nos, ott mink szeressük nagyon, mert most van, hogy összegyűjünk, férünk mindenütt, mert egy szobában, amikor tél van, 7-8 megtört, és mink vagyunk 15-20 hópencben, nincs, nem férsz be, és akkor mink erős jó, az a Magyar Ház, mondtam, hogy jobb, többet ér, mint egy gyarony nekünk. Ottan tanulunk, mesélünk, aztán mink, hogy mondták többik, hogy megyünk Guzsasba, aztán amikor vágunk disznyót, akkor egyik készíti egy féleképpen, másik másféleképpen. Aztán csináljuk az ételeket, öntünk borcsot, mink sanyítunk borcsval, nem citromval vagy mivel, úgy megöntjük. Csinálunk levest, ilyen bornyú, húsból és ilyen disznyóból és káposztát, egy olyan jó füstös csont volt, egy csipős paprikáló, ezzel olyan víz foly rá rollott. És mi újság az iskolában? Hiszen azért nem minden csak a Magyar Házban zajlik, abban az értelemben, hogy tehát nem minden csak az ünnep. Nyilvánvalóan a hétköznapok a fontosak, hiszen a hétköznapokon lehet megtanulni mindent, hogy ünnep lehessen aztán. Igen, az iskolában most eddig 18 óra volt hetente, az idén már 19 magyar óra van, 5 csoport működik az iskolában. Összevont osztályok vannak, de ez nem csak a magyar órákon, hanem amúgy is, mert sok gyermek, vagyis sok család kiköltözött, nem is az, hogy kiköltözött, de kijöttek külföldre, akár Magyarországra, akár Angliába, Németországba, Franciaországba gyerekestől dolgozni. Ezért kevesebb gyermek van már a pusztinai iskolában, összevont osztályok vannak, de 4-5 gyermek kivételével az összes jár magyar órára. Minden csoportnak heti 4 óra a magyar óra. Most az iskolában nem panaszkodhatunk. Jók a viszonyok ahhoz képest, hogy kezdődött 2000-ben, amikor nyilván nem jó szemmel nézték, hogy ott beindult a magyar oktatás. Most már eltűrik. Hogy vannak problémák, ez az néha előfordul, hogy
problémák is vannak, de a jó Isten mindig segíts, meg tudjuk oldani őket, és szorgalmasan készülünk minden hétköznapon az ünnepnapokra, ahogy említetted. Így van, és örülök, amikor Nagy Zoli elment a csapatért, Nagy Zoltán Péter, kedves nézőink, a Fejér megyei Hírlap főszerkesztője, aki az egyik lelke nyilvánvaló ennek a székesfehérvári erdélyi csángó kapcsolatnak is, teszem hozzá. Na, ő azt mondta, hogy ő mindig beleborzong minden egyes pillanatban, amikor már ott jár közel. De hogy van ezzel a pusztinai csapat? Ők mit gondolnak, amikor Fehérvárra jönnek? Hiszen ugye mondtuk, hogy Katalin, Mónika is azért gyakorta itt vannak. Nekem egyébként ez nagyon kevés ez a kettő, de ez a többiekhez képest azért sok, hiszen esztendőnként kétszer is találkozhatunk, hála Istennek. Igen, nekem mindig nagy öröm. És már amikor megkapjuk a meghívót, már akkor örülünk neki, és amikor már elindulunk Székesfehérvár felé, akkor hevesebben dobog a szívünk. Én mindig nagyon nagy örömmel jövök, mindig nagyon jól érzem itt magam. Hál' Istennek most már egyre több ember, egyre több ismerős van itt Székesfehérváron, akik mindig szeretettel várnak, és akik mindig szeretettel vendégül látnak, és nagyon örvendünk, hogy tudunk velük találkozni minden évben. Ez nekünk nagyon fontos, hogy jöhetünk, és hogy érezzük azt, hogy fontosak vagyunk, érezzük azt, hogy ők is várják, a székesfehérváriak, hogy mi megérkezzünk, és szoktak is nekünk írni előtte mindig, hogy szeretettel várnak, és hogy nagyon várják a találkozást, és mi is mindig nagy örömmel jövünk, és mindig nagyon jól érezzük magunkat, és szeretném az alkalommal megköszönni a székesfehérváriaknak a meghívást is, illetve azt is, hogy idén is gondoltak ránk, és a karácsonyi ünnepségünkre összegyűlt most megint 188 csomag az iskolákban, és ezt majd december 21-én ki fogjuk osztani a gyermekeinknek, és hálásan köszönjük, hogy örömet szereznek a gyermekeinknek. Mi köszönjük, hogy megérkeztek, és mi mást kívánhatnék, mint sok-sok boldogságot. Én biztos vagyok benne, hogy nyáron, legkésőbb nyáron találkozunk, aztán meg évről évre, mindig, mert hogy szükségünk van, hogy halljuk a pusztinai szót, a dalt, és azt a mosolyt, ami itt van az arcokon. Köszönöm szépen, hogy mi itt voltak velünk. Mi is köszönjük szépen. Kedves nézőink, Lajos Katalin és Mátyás Mónika volt a vendégem Pusztináról, akik azért jöttek, hogy segítsenek. Ugye ebben az esztendőben is megrendezték Spányi Antal és Steinbach József püspök urak védnökségével a Szent István Művelődési Házban azt a jótékonysági estet, amely határon túli élő közösségek megsegítését szolgálja. Így volt ez idén is, és hála Istennek mondom még egyszer, vagy sokat szólt, de nem baj, hogy ismét itt voltak Pusztináról a vendégeink. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor sorozat természetesen folytatódik. Viszontlátásra, minden jót kívánok!